mindenki teljesen beindul, amikor alázok. Beugatnak, visszaszólnak, praktikáznak és fikcióznak, puvából a repkek így nyomulnak. A zenekart nem tartjuk egy művészeti irányzat. A hobbi? Szigorúan hobbi? Hát... Nem szigorúan, de hobbi. Hobbi. De miért hobbi? Hobbi, hogy abba lehessen hagyni, hogy ne legyen rossz abba hagyni? Nem, hát, hogy ne legyen rajta teher. Igaz, azért igen. Hobbi, hogy ez nem, ez ne legyen rajta teher. Hobbi, mint megúszás. Nem, azért igen. Hobbi, mert hobbinak indult. És, hobbinak és indult, hobbi, és csak maradni. Tehát próbáljuk ez, hogy nem hobbi, de. Elveszti a potenciáját. Hát meg túl nagy teher nehezedik akkor erre a dologra, és megrodgyalhat. Érted-e? Ez egész úgy alakult, hogy hülyeskedtünk így hárman. A szemmel a Titusszal, aztán még meg két ember beszett, azok kiszálltak. Még ezzel van mindig csak ez, évekig ez volt, hogy írtunk szöveget kettőnésből. Ja, egy ilyen öncélú dolognak indult. Öncélú, abszolút. Még most is. Saját magunk és egymás szórakoztatása. Ja. Jó kocsiba be, ablakot le, könyököd ki, kettesbe be, nagy király, a hangerő. Melletted a szőke nő. Jól túráztatom a gépet, a mutató kileng. Most a világ összes útja a miénk. Csak annyit mondok, hogy megvan a 300 watt, a három pár hangfal, a levehető előlap. Jó, megyünk a lágymányosin százzal. De szóljál már a gyereknek, hogy nyitva van a kocsi ajtó. Hé gyerek, nyitva van a jobb hátsó. Jogép kocsi, jogép kocsi. Jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autó, az autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi. Jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autópálya. Nekem az jut eszembe, hogy már az Ady Endre is ezt csinálta, nem? Jól lefikázni mindent, ami magyar. Jól megmondani, hogy ez miért rossz, és különben is. Nálunk ez nem így van. Nálunk ez nem így van, de azért ez mi jelen mi nem van. Fikázunk, szerintem mi csak így megmutatjuk, hogy ez úgy van. Tehát a magyar valóságban van egy ilyen dolog is. És akkor így minden számból végül is ki lehet. Meg ezzel a hozzáállással szerintem bármelyik országban élő emberek tudnának számokat írni. Persze. Tehát minden országnak vannak ilyen, nem tudom, furcsa jelenségei. Szemlődünk, nézelődünk, észreveszünk a dolgokat, és ezt leírjuk. De ez egy ilyen művi munka, amin hosszan napokig gondolkodtok, hogy mi a legdurvább, legmegfelelőbb szó, vagy azért ez csak így dől? Ez egy fél óra és egy óra, fél óra egy között. Kialakul a szavak között egy hierarchia, kiderül, hogy ez itt még nem elég durva, és akkor egy kicsit... Nem, a kapcsolata a szavaknak. Ez abszolút mechanikus. Nekünk így szerintem így sokkal inkább ösztönből jön. Tehát nem szoktunk azért így külön szavakat így kiragadni, és akkor rakjuk bele. Egy szövegemnél az így volt nekem például a szlovák szövegnél. Tehát ott így összegyűjtöttem az összes szlovák szót, amit tudok. Még hozzáírtam egy-két olyat, amit kitaláltam hozzá, és akkor úgy megcsináltam, hogy szóvégekre rakjam azokat, amik rímelnek. És akkor közé meg kitöltöttem mindenféle szavakkal. Tehát ott az ilyen mechanikus volt, de az összes többi az nem. Tehát az csak úgy jön, és akkor írjuk folyamatosan. Ahoj Parásnyik, ahoj Kolovník, neprovizáš, než trudná kohutík. Tak to se skončila dobre, hoja obzor, chlapíka trotkovi, zálebo semafor. Poď sem, movi kotkovi prosto, inteligencia, šprt, vrt, krtko. Je tu v meste, alebo delma, počkaj, verky narodne, všetko urečkaj. Litovský Mikuláš, Turovo, Utas, zrzli na podporovať na rozkaz. Az a jó, ami mindenki nevet is. Jól érzi magát tőle. De amikor írjátok, ti is nevettek? Nevetve írjuk, persze. Tehát az kerül be. De utána is, hogyha meg másodikunknak megmutatjuk, hogy ezt írtuk, nevet rajta, mondja, hogy ez jó, akkor elégedettek vagyunk. Ez ennyi a kontroll. A Titus? Hát a Titus is, ugyanez. Titus is nevet rajta, neki is tetszik, akkor rajta is átment, akkor mehet, lehet vele dolgozni. Ja, a zenekar negyedik tagja, mert ő egyáltalán nem ír szöveget. Hát de, ír, a producer dalát azt ő írta. Második lemezen. És azzal ti elégedettek vagytok? Azzal debütált. Nekem nagyon tetszik személy szerint. Az a legjobb szövegű szám. Nekem is nagyon tetszik, kár, hogy ő írta. De jó. De hát ő csak egyet tud írni. És hol van most a Titus? Otthon. Minket otthon vár. Döglik. Izgul. A szüleim így neveztek, így kereszteltek el, ez a rendes nevem a Titus. Rántott kamember jó esetben áfonyával meg rizssel. Testvéreim, higgyetek nekem. Én csak a jót akarom. És dupla adag tejföllel uborka saláta. Mindenkinek nagyon tetszik és irigykednek, igen. Nagyon szeretem a vicces zenéket. Producer vagyok,
zenélgetek. Meg az érdekes zenéket, amit mondjuk nem nagyon hallok sehol. 3-tól délig egyig alszom. Azért látszódhatom lustábbnak, mert én az időm nagy részét otthon töltöm, tehát nem annyira mozgok. Ilyen a pakon találom a kíséretet. Meg nagyon sok zenét csak nálam lehet hallani, nagyon sok olyan lemezem van, ami senki másnak nincs meg ebben az országban. 6:30 és 7 között általában vacsorázom. Abszolút budapesti vagyok, Pécsen születtem, de abból így nem is emlékszem semmire. Most, hogyha koncert van és éppen buszba ülünk, ezt a többiek nagyon jól tudják, hogy ez nem annyira kellemes időszak velem, amikor nem tudok vacsorázni. Nem érdekli a belga világot. És jó nekem ott, abszolút jó. Be van kamerázva az egész utca, úgyhogy biztonságos. Én annyit tettem hozzá, hogy ezt a két pontot, ezt az E betűre tegyük fel. Abszolút elégedett vagyok a frizurámmal, meg így a hajammal, meg az adottságaimmal. Nem kapok soha már a rossz. Amúgy nem szeretek minket egyébként a rapperek. Igen, erről hallottam, de ezt nem értem pontosan, hogy miért. Mi a bajuk veletek? Hát mert nem viselkedünk úgy, mint a rapperek, mert nem követjük azt az életvitelt, azt a stílust, meg nem deszkázunk. Nem vagyunk rapperek. Valaki deszkázik, meg nem öltözködünk úgy, stb. Tehát így szerintük égetjük ezt a hip-hop műfajt. Igazából ez de egyébként gondolom. Semmilyen más zenekarral nincs kapcsolatunk, úgyhogy nem csak a rapperekkel, hanem mással sem. De ennyi év alatt nem tudtak megszeretni titeket a hip-hoposok? Egyre jobban utálnak. Nem, igazából így az elején semmi bajuk nem, sőt még nevettek is rajtuk szerintem egy-két zenekar, hogy aj, nézve milyen. Ja. Csak amikor itt többen jöttek a koncertekre, akkor már nem értették, hogy miért vannak ilyen sokan, és akkor már nem volt olyan jó. Igen, tehát ez az irítség áldozatai lettek. Nem mondom, volt olyan zenekar, amelyik jó meglátás, koncert után berohant az öltözőnkbe, és elkezdett mondjuk kiabálni, hogy ezt fejezzük be, hogy életezzük az embereket, leégetjük a műfajt, és különben is olyan nincs, hogy magyar nemzeti hip-hop, hiszen a hip-hop az egy nemzetközi dolog. Ezzel miközben ott éppen zuhanyozni készültünk, akkor így ezt kaptuk az arcunkba, tehát nagyjából ez a egyébként a legtöbb hip-hopos hozzáállását ezt tükrözi. Majd leülünk egyszer, és mindent jól megbeszélünk. Igen, majd, ha nem esett a kamera, meg minden, akkor elmondjuk mindent. Beülünk egy sörre. Eljöttünk hozzám. Na, főzöl egy finom vacsorát. Nagyon jól főz. Na, semmi rejtetem. Én semmi külföldit nem tudok, magyar ételeket kiválóan főzök. Csak minden íznél van jobb, én nem? A bogyisztaiba szeretem a legjobban a lecsó, de azért teszek hozzá egy kis lecsó paprikát. Az mentál, de kiváló az erre elejét. Bizonytalan teszi az egészet, mert a lecsó paprikát soha nem tudom, hogy nagyon nem, az nem olyan jó szerintem lecsónak. De szerintem így mindegyik paprikából egy k***ra lecsót főzni, onnantól kezdve attól függ, hogy neked mi jön be. Rita. Bogyisz. Szegedi erős. Kolcsai édes. Primer. Zecej. Tessék. Tessék. Kedvenc ételed? A bab. Rizsa. Kedvenc autóformád? Áramolás. Ez mit jelent? Áramolásság mit jelent? Hát fekszik. Kedvenc rímforma? A rossz rím. Ragrím. Ragrím. De mindegy, nekem mindegy, hogy csak tehát ilyen béna legyen. Most a ragrím a trend. Kedvelt nőtípus? Hát ilyen... Olyan nincsen, hát így mindegyik. Magas és értelmes. Barna, tőlem egy kicsit alacsonyabb, és nagyon okos, és nagyon szép. Hova mutattál? Tőlem egy kicsit alacsonyabb. Fölfele mutattál. Most mert én nem ekkora vagy. A dugi ribi hip hip, mert tisztán a paket, húd a fegmény bóli, add azt a kukit, tedd a ritmus, pat a fogit fogit.